Szeretettel üdvözlök újra mindenkit a Kisvakon csatornán. Hát, tél van. Tél van. Most már itt is rendet kell rakjak, ahol a tök volt. És hát, ha már felszedem őket, akkor egyúttal arra gondoltam, hogy megmutatnám, hogy hogy szoktam megsütni őket. Mert most már biztos, hogy mindegyik meg van érve. Úgyhogy következzen a töksütés Kisvakon módra. Na de mielőtt még megmutatnám, hogy hogy szoktam a tököt megsütni, hozzá tartozik, hogy egyelőre csak egyet szedtem le. A többi még kim van a kerbe, ezt az egyet most kipróbáljuk, ugyanis van olyan tök, amelyek csak ugyan jót tesz, hogyha megcsipi egy kicsit a fagy, a dér. De csak akkor, hogyha a tök 100%-ig be van érve. Na most honnan lehet tudni, hogy tök 100%-ig be van érve? Látszik, hogy itt levágtam az indáról, itt van a szára. Ezt nem szoktam elkövetni, de most a videó kedvéért meg szeretném mutatni. Akkor mutatok valamit. Most a videó kedvéért egy fűrésszel elvágtam a töknek a szárát. Megpróbálom közelebbről is megmutatni. Tehát látjuk, a szár már így be van száradva, fás belül is. A közepe üreges, el van halva. Enyhén zöldes még, de már nem zöld. Ha megnézzük, ki van száradva. A szár maga megszáradt. De amikor ezt látjuk, akkor van egy tök technikailag megérve. Ezt már nem bírom meg se nyomni, ez olyan, mintha egy darab fa lenne. Ugyanez látható természetesen a tök oldalán is, mint egy darab száraz fa. De amikor ilyen, akkor a tök technikailag érett. Ha ezt elérjük, na akkor igaz az, hogy bizonyos tököknek, általában azoknak, amelyiknek kék színű a bőre, jó tesz, hogyha egyszer megfagy. Ugyanis a benne levő keményítő ilyenkor roncsolódik a jégkristályok miatt, gyakorlatilag a jégkristályok átdöfik ezeket a sejteket, a keményítőből felszabadul ugye rengeteg szőlőcukor, és azért fogjuk édesebbnek érezni valamennyivel a tököt, hiszen ez a szőlőcukor gyakorlatilag szabaddá lesz. No, ezért van az, hogy a tökre azt mondják, hogy jót tesz neki, hogy ha egy kicsit megcsipi a dér, de nem minden tökre igaz, általában azokra, amiknek kék a színe. Ez például egy román fajta. Most megpucolom, megtisztítom, és megmutatom, hogy szoktam megsütni. Nos, ha piacon vásárolunk tököt, akkor érdemes tudni valamit. Ugye egy jó tök először is kőkemény kell legyen. Tényleg kő kemény. Na most érdemes, még egyszer mondom, ha piacon vásároljuk, és nem mi termeljük meg a tököt, akkor érdemes úgy menni a piacra, hogy egy tiszta kiskanalat becsomagolunk, és beteszünk a zsebünkbe. És megkérjük a kedves elárusítót, hogy engedje meg, hogy megkóstoljuk a tököt. És ilyenkor a kiskanalat gyakorlatilag egy kicsit kaparva vele, kiveszünk egy keveset a tök húsából, és meg lehet kóstolni. Hogyha azt érezzük, hogy nagyon-nagyon édes, lédús, akkor biztos, hogy nem tévedhetünk, és akkor érdemes megvásárolni a tököt. No, én most felszeletelem, és akkor megmutatom magát a sütést is. No kérem, fel van vágva a tök. Én szeretem picit nagyobb darabokra felvágni. Ez abszolút ízlés dolga. Minél kisebbre vágjuk fel, ugye annál több lesz az a héja, a bőre, tehát ami így megsül a külseje, és a belseje annál szárazabb lesz. Minél nagyobb acska a szelet, annál nedvesebb marad a sütés végére a belseje. Én azt szeretem, hogyha egy picit nedvesebb a végén, tehát én egy picit nagyobb, vastagabb szeleteket szoktam vágni. És nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak a tököt készítem el, hanem a magját is. Ezt mindenképpen nagyon ajánlom, hiszen ez egy rémegészséges, nagyon finom csemege a tökmag. Nem kell tökéletesen megtisztítani, lemosni sem szoktam. Ahogy kézzel kiválogatom a tök belsejéből, ráteszem egy ilyen tepsire, és gyakorlatilag két megoldás létezik ilyenkor. A verzió, ott hagyjuk egy, maximum két napra, hadd száradjon. Egy-két nap után pedig kézzel le lehet róla dörzsölni ezt a rászáradt maradék tököt, megtisztul a mag, és utána már csak pirítani kell.
B-verzió, hogyha időnek kicsit szeretnénk spórolni, akkor azt lehet csinálni, hogy megsütjük a tököt, és amikor a tök megsült, kivesszük a sütőből, eloltjuk a tüzet, tehát a sütőt lekapcsoljuk, és betoljuk a meleg sütőbe, és gyakorlatilag megszárítjuk ezeket a magokat a sütőbe. Ez is egy verzió, szárítás után ledörzsöljük róla ezt a maradékot, és aztán megpirítjuk. A pirítás maga egyébként a tökmagnál nagyon gyors, ez egy 15 perces folyamat, 180 fokra előmelegítjük a sütőt, és a megtisztított magocskákat betoljuk. Előtte meg lehet azt csinálni, hogyha van ilyen kis kézi pumpás permetezünk, picit megpermetezzük, nagyon picit nedvességgel, és finoman megsózok, attól a só úgy ráragad. Betoljuk a sütőbe, 180 fokon, 15 perc alatt nagyon finomra megpirul, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy legalább ilyen 5 percenként kinyissuk a sütőt, és átforgassuk egy kanál segítségével a magocskákat, a másképp megtörténhet egy kicsit odaig, és akkor kellemetlen lesz az íze, kicsit meg is keseredik. Tehát a tökmagot mindenképpen ajánlom, hogy készítsük el azt is, a tököt pedig, na hát azt hogy szoktam, két fázisa van, az összsütés az megközelítőleg 1 óra 20 perc, 1 óra 30 perc akár, tehát elég sokáig sütöm a tököt, általában 1 óra 20 perc alatt megvan. És ez hogy működik, hogy az elején egy kicsit nagyobb hőfokon nyomatom, ez azt jelenti, hogy nekünk légkeverésen szokott sülni a tök, tehát légkeveréses sütőben 180 fokra előmelegítem a sütőt, ebbe betolom a tököt 30 percre. És 30 perc után visszaveszem a hőmérsékletet 160 fokra. És tovább sütöm, körülbelül 1 óra 20 percet, 30-at. Ez abszolút attól függ, hogy milyen vastag a tök, és mennyi a cukortartalma, hiszen minél magasabb a cukortartalma, annál hamarabb lesz ilyen feketés, piros posgás a külseje. No, hát én most bekapcsoltam a sütőt, már melegszik 180 fokra, beugrik a tök, fél óra múlva lehúzom 160-ra, megsütöm a tököt, aztán a maradék hőn megszárítom a tökmagot, és megmutatom, hogyan tisztítom meg, hogyan sózom meg, és azt is hogyan sütöm meg. No, egészen pontosan 1 óra és 20 perc sütés után, ahogy arra számítani lehetett, a sütőtök elkészült, ketté vágtam egy szeletet, hogy egy kicsit kiüljön hamarabb. Remélem jól látható, hogy kásás a tök, de ugyanakkor édes, nem fekete, nincs megégve, de gyönyörű, szép bőre sült mindenhol, és ez ennek a sütésnek köszönhető, ahogy elmeséltem. És akkor nézzük meg a belsejét, így néz ki, nagyon finom, kásás, édes, szerintem első osztályú, úgyhogy a többit is le lehet nyugodtan szüretelni most már a kertből. Közben leoltottam a sütőt, és betettem a meleg sütőbe a magokat, mindjárt mutatom annak a sózását, elkészítését. Na most pedig a tökmag. Amikor a tök elkészült, a forró sütőbe, ami le volt kapcsolva, betoltam a tökmagokat. És ott felejtettem, hát ennek már lassan 2 óra hosszája, most már igencsak esteledik, de még ezt gyorsan megcsinálom. Tehát 2 órát a forró sütőbe száradt, és hát egész jól megszáradt, ezt kell elérjünk, megpróbálom megmutatni. Ha felveszek egy adagot és csurgatom, akkor olyan szépen cseng, mint az apró pénz. Nem tudom, hogy a hang hallatszik-e a kamerán. Amikor olyan szép csörgősre száradt, akkor jó. Ha ehhez nem volt elegendő a sütőnknek a melegség, akkor hagyjuk egy napig pihenni, hadd száradjon ki rendesen. És ha jól kiszáradt, akkor 2 dolgot tehetünk. Egy, ha zavar minket a felületén, azok az apró pici tök maradékok, ami van, akkor egyszerűen csak így dörzsölgetve egy néhány percig lemorzsoljuk róla. Ezért tökéletesen felesleges mosogatni, tehát ezt lehet csinálni néhány percig, és nagyon szépen letisztul, ha zavar minket. Ha nem zavar minket, jelen esetben engem általában nem szokott ez zavarni, akkor szükségünk van egy kis spriccelőre, egy nagyon pici vizet, ez nagyon finoman spriccel, olyasmi, mint a permetező, amit a kertbe szoktunk használni, ilyen egész-egész finom vízpermetet ad. Bepermetezzük, és egy nagyon picit sóval meghintjük, de sokkal finomabb a
megsózott tökmag. Na most bekapcsoltam vissza a sütőt 180 fokra, amint a led elalszik, bemelegedett a sütő, bedobom, és 15 percig pirítom. Ez úgy működik, hogy 5 percenként megállunk, kivesszük a sütőből, alaposan átforgatjuk a kezünkkel, vissza a sütőbe még 5 percre, és ezt háromszor elkövetjük. A harmadjára, amikor kivesszük, már kész van, miután kihűlt, lehet fogyasztani, majd megmutatom, milyen szépen megpirul. Na és 15 perccel később aranybarnára pirult a tökmagunk. Egyet meg is bontok, hogy megmutassam, hogy néz ez ki. Hát itt az ember a fogával segít, ugye? Szotyi rajongók tudják, hogy megy ez. Hát most ketté tört a tökmag, de meg tudom mutatni. Tehát nagyon szép, roppanós, nagyon finom. Annyit elárulnék ezzel kapcsolatban, hogy a tökmag az ugye azért kell először szárítani egy kicsit, mert ha nem szárítjuk ki, mielőtt oda tesszük pirulni, akkor ha a nedvesség marad a magba belül, akkor a tökmag megnyílik, gyakorlatilag úgy jár, mint a pattogatott kukorica. És elkezd pattogni ki a serpenyőből, tehát ami eléggé kellemetlen a tepsiből. Úgyhogy azért fontos az az első szárítás, amit mutattam, hogy aztán meg lehessen pirítani, mert ugye anélkül kiugrálna lényegében pirítás közben. Hát köszönöm a megtisztelő figyelmet, kívánok mindenkinek jó töksütögetést. A viszontlátásra!